Zoltán, magyar kanizsai méhész már 35 éve foglalkozik méhészettel. Egy méh családdal kezdte, most éves szinten 20 kaptárral dolgozik. Hiába volt gyönge a tél, de ha megindul a netkeringés, és akkor bejönnek a fagyok, akkor hiába lesz virág is, úgy lehet, de ha nektárt nem ad, akkor nem. Hát lassan hónap vége felé gondolom, hogy a repce az elkezd virágozni, de hát sokat függ az időjárástól, de körülbelül ott szokott április végén, hát az akác meg egy 2 hétre rá, 3, hát ez mind az időjárástól függ. A szeles hideg időjárás csak szárít, napsütés nélkül nektár sem termelődik a virágokban, és leáll a méhanyák peterakása. A méztermelők bíznak abban, hogy a szokásos, május elejei pergetés eredményes lesz. Hónap vége felé nyílik az olajrepce, aztán később már majd az akác. Ha lesz akác egyáltalán, ha nem fagyott el. Mert az akác ugye kipattan, az megfagy, és akkor az annak annyi. Akkor már akácra nem lehet számítani. Mert ebben már 2 éve nem volt, és hogyha így folytatódik ezen a vidéken az időjárás, akkor majd leszoknak az emberek az akácról. Mert nem lesz. Mert nincs, lesz keverék, már lesz akász, meg repce, meg akász, meg olajfűz, mert az olajfűz virágzik a második akász virágzásnál. A méhek nagy ellensége a varroaatka, amelyel úgy kell együtt élniük a méhészeknek, mint a kutyának a bolhával, fogalmazott Miklós. Hozzátéve, hogy írtani kell őket, mert a szaporulat aránya 1 a 3,2-höz.